Hallgatóbarát módosításokról döntött nemrégiben a Nyiregyházi Egyetem, így enyhülnek a követelmények már a következő tanévtől. A módosítások eredményeként még nagyobb érdeklődésre számít az intézmény vezetősége. 2023-ban a jogszabályi környezetváltozása miatt már nagyobb érdeklődésre számítunk a Nyíregyházi Egyetemen. 2023-tól valamennyi alapképzési szakunkon és osztatlan tanárképzési szakon már nem lesz kötelező az emelt szintű érettségi. A legtöbb szakunkon eltörlésre került a jogszabályi minimumpontszám, illetve azokon a szakokon, ahol szakterületi minimumpontszámhoz volt kötve az állami finanszírozású képzési forma, ott ezek is felfüggesztésre kerültek. 2023-as felvételi eljárásban még a 2022 évi szabályozás alapján lehet többletpontokat szerezni. E, igazi nagy változást a 2024-es felvételi eljárás fog hozni, ahol 100 pont vonatkozásában az intézmények autonómiát kaptak arra, vonatkozóan, hogy ők maguk határozzák meg azokat a területeket, amelyekből hozott tudás alapján többletpontokat kívánnak adni. Az egyetem három csoportra fókuszál a felvételi kapcsán, egyrészt a középiskolásokra, akik most fejezik be középfokú tanulmányaikat, másrészt azokra, akik még abban a rendszerben érettségiztek, amikor nem volt elérhető, vagy nem volt kötelező az emelt szintű érettségi, ők a munkavilágából ülnek vissza az iskolapadba, harmadrészt pedig a határon túli fiatalokat is várják Nyíregyházára. A hallgatók összességét érinti majd a nyelvvizsgával kapcsolatos módosítások. A nyelvvizsga vonatkozásában 2022. decemberében született meg a jogszabályi környezet, amely úgy fogalmaz, hogy minden olyan hallgatót, aki 2021. augusztusa után záróvizsgázott és nyelvvizsga követelmények teljesítése hiányában nem tudta eddig átvenni az oklevelét, az most jelen pillanatban mentesül a nyelvvizsga követelmények alól. Erről már értesítettük a múltban záróvizsgát tett hallgatóinkat, 2023. január 19-ig állítjuk ki számokat. Azok leveleket. Ez a mentesség azon hallgatóinkra is vonatkozik, akik most januárban kívánnak záróvizsgát tenni. A következő években elvárás lesz a felsőoktatási intézményektől, hogy olyan környezetet alakítsanak ki a hallgatóiknak, amelyben a diploma megszerzése után egy nemzetközi üzleti környezetben, illetve a munkaerőpiacon szakmájuknak megfelelő idegennyelvi tudással is rendelkeznek. Ez nem csak klasszikus nyelvoktatást jelent, hanem szaknyelv központú és tartalom alapú nyelvoktatást kínálnak majd, tette hozzá az oktatási rektor helyettes.